Üdvözlünk minden kedves nézőt! Hajdú B. István vagyok, partnerem a mai közvetítés során a mindenki által ismert Faragó Richárd lesz. A Manchester United legsikeresebb évadja az 1998-99-es volt, amikor triplázott, megnyerte a bajnokságot, az FA kupát, és egy igen fordulatos mérkőzésen a Bayern ellen a Bajnokok Ligáját is. Na hát igen, legendás döntő volt, ahol 1-0-ról fordított a manchesteri csapat mindenki legnagyobb megdöbbenésére. Igazi klasszikus lett abból, amiről azóta is beszélnek, és beszélni is fognak. Messi mindenáron meg akarja tartani a labdát. Micsoda zicser! Rossz lövés volt, reménykedem, hogy ez a gyengébbik lába. Valószínűleg így van, viszont szerintem jövő héten csak ezzel rugatja majd az edző. Jordi Alba. Elvette az ellenféltől, de aztán elveszíti. Az elsőpről lendületű Wayne Rooney. A Barcelona győz, az természetes. A kikap, az meglepetés. De ez a mai mérkőzés egy kicsit más. Jól mondott Pisti, magam sem lepődnék meg, ha a Barcelona ezúttal vesztesen hagyná el a pályát, de azon sem, ha megnyerné a meccset. Lecsapott az óvatlan helyzet! Van Persie. Ricsi, mi a véleményed? Szerinted jól játszik majd ma ez a futballista? Ma biztosan végig elől lesz, nagyon sokat mozog majd a pályán, és próbál együttműködni a középpályásokkal. Ezt a labdát ügyesen nyúlta le. Messié a labda. Na nézzük, milyen egy fantázia, dús Barcelona támadás. Kinn a labda, szögletet végezhet el a Barcelona. Ezt a hálóőrt nem véletlenül hívják hálóőrnek. Bravúrosan védett. Valóban hidegvérrel gyűjtötte be a távoli lövést a kapus, veszélyes bombát hatástalanított. Jordi Alba. Félúton gazdát cserél a Laszti. Pedro. Messi előtt ott a labda és a lehetőség. Van Persie. A Manchester United offenzívát indított a cél. Helyzet! A Manchester United támadását követően a labda az ellenfél hálójában pihen. Gól! Manchester United vezetés. Sergio Busquets. Rossz passz. A védőket kell dicsérni. Sergio Busquets. Veszélyes egy játékos, ritkán szokott hibázni. Már a középpályán eladják a labdát. Jól jön a segítség. Itt az esély, hogy középre adja. Jordi Alba. Wayne Rooney. Remekül érezte meg, hogy hova jön a labda, és meg is szerezte. Dolgozik a védelem. Jön a segítség. Gólszagú beadás. Mihez kezd vele? A kapus mutatja, ki fogja rúgni.
Messié a labda. Nem sikerült megtartaniuk. Némi csetepaté ott a labda körül. Jó helyen volt, jó időben. Ennyit a támadásra egyelőre. Fél úton gazdát cserél a Laszti. Kerik. Ebben a pillanatban Xavi szerezte meg a labdát. Rendületlenül nyomul előre a Barsz. Mihez kezd vele? Nézzünk egy kirúgást. Remek lefülelt passz, oda a gólveszélyes támadás. Sergio Busquets. Van Persie. Remekül érezte meg, hogy hova... És rálövi! Egyelőre pat helyzet ezután a gól után. Rúni. Benne van a fiúban egy-két gól, annyi bizonyos. Van Persie. Wayne Rooney. Remekül érezte meg, hogy hova jön a labda, és meg is szerezte. Felszántja a füvet szinte. Száll befelé. Egyszerű, de hatékony megoldást választott. Talán a lövést fontolgatja? A kapusnak nem akadt dolga, egy védő közbelépett. Messi. Egy-egyes döntetlent követően vonulhatnak pihenőre a csapatok, az első félidőt követően. Bunkerfoci az egyik oldalon, sündisznó állás a másikon. Nem lehet a vége más, mint döntetlen az első félidőt követően. Pontosan így van, Pisti. Nem lehetett más. Azt hiszem, hogy az lenne a meglep, hogyha valamelyik csapatnál ott lenne az előny. Kettős csere tehát a csapatnál. Bízunk benne, hogy egy színvonalas második félidő vár ránk, melyet a Manchester United már meg is kezdett. Remekül érezte meg, hogy hova jön a labda, és meg is szerezte. Célról adják be. Na nézzük, milyen egy fantázia, dús Barcelona támadás. Magas labda Neymarnak. Ha bátornak nem is, ügyesnek azért talán nevezhetjük. Nem az ővé a játékszer, hiába szerelt. Valencia.
Nobel tekeri középre. A várt beadás. Hosszú vágta a labdával. Kis küzdelem az ellenféllel a labdáért. Song. Megszabadították a labdától. Evra. Lássuk, mi lesz belőle. A Manchester United nagyon magabiztos ma a kapuvédő. Na most az egész csapat őt ünnepelheti, hiszen könnyedén hátrányba kerülhetett volna a csapat, ha nem véd ilyen parádésan a kapus. Reménykedjünk, hogy Rooney lövése nem természetvédelmi területre pottyant. Szépen adta be, de résen volt a védő. Messié a labda. Megfigyelted, hogy a csatárok között milyen sok az önjelölt vi... Szédületes helyzet! Ez bizony gólhelyzet! Azt hiszem, jó elgondolás volt, de a labda íve nem volt elég magas. Valóban egy kicsit jobban kellett volna kalkulálni. És aztán! Erőnek nem volt hiány ez a lövés, de a védéshez inkább bátorság, sem mint ügyesség kellett. Na, ez most nem a többieken múlott, hanem kizárólag a kapuson, hogy marad a döntetlen állás. Hihetetlen volt, nem? A példás kondíció és a villámgyors reflexek elengedhetetlenek a mai futballban. Magában lepörgette már a támadást. Jordi Alba. Ígéretes lehet. Kint a labda, róla ment ki. Mutatja a játékvezető szöglet. A Barcelona végezheti el. Ez Zitzer. Van Persie. Abszolút zicser! Micsoda zicser! Szeretnék megszerezni a vezetést. Na most felemás érzései lehetnek. Gyönyörűen került helyzetbe, csak éppen nem tudta kihasználni azt. Hát ez nem izzasztotta meg a védőt. Pedro. A labda most már az ellenfél játékosánál. Zárkóznak a többiek. Onnét akár gólhelyzetbe is kerülhet. Megérkezett a labda oldalról. A védőket kell dicsérni. Rafael. Van Persie. Ez a labda már a védőé. Ezt a labdát ügyesen nyúlta le. Kerik. Meghitt kapcsolatban van a labdával, egyelőre nem adja senki. Száll befelé. Hát igen, ezen az át... Vajon mi lesz ebből? Szeretnék megszerezni a vezetést. Fontos pillanatokban szerezték meg a védők a labdát. Pedro! Ott a labda a hálóban, gólt szerzett a Barcelona. Ez ám a parádés bólintás. Bizony jó átadás volt, csak itt szólt, engem fejelj meg, és a játékos már szót is fogadott. Ragyogóan helyezkedik, és a kapus semmit sem tud tenni, hogy a hálóba tartó labda útjába álljon. Össze kell kapnia. Ráteszi! Megszerezte a labdát a kapus, gyönyörű volt. Mondd ezt a támadó csapat szurkolóinak, ők valószínűleg jobban örültek volna, ha bemegy a labda. Egy kis összehasonlítás. Ki hányszor próbálkozott kapura lövéssel? Helyzet! Eme nagyszerű megmozdulás. Követően a labda az ellenfél hálójában. Örülnek a Manchester United játékosai. Újabb szögből gyönyörködhetünk a gólban.
akik csak most kezdik el a mérkőzést nézni, azt hiszik békés döntetlen. De mi, akik láttuk az eddigieket, tudjuk, hogy mennyi fordulatot tartogatott ez a mérkőzés, és tartogathat még a jövőben is. Sok múlhat az utolsó 5 percen, ami még hátra van a játékból. Az állás egyelőre ugyanis döntetlen. Magában lepörgette már a támadást. Song. A védőnél a labda, enyhülhet a nyomás a kapun. Kerik. Előbb ügyesen szerelt, aztán ügyetlenkedett. Nem az övé a labda. A kapusé a labda. Messi. Van Percy. Már csak percei vannak a Manchester United. Gól! És lehet, hogy ezzel megnyerik a meccset. Szépséges távoli bomba volt, amelyre csak csettinthetünk. Tüzérséggel vették be a kaput, remegve szabott távoli bomba volt. Ezek az igazán látványos találatok, jó messziről! Előnyben a Manchester United. Messié a labda. Az előző sokkal jobban sikerült neki. Azt hiszem, azért még láthatunk tőle szép lövéseket a mai mérkőzésen. Egy picit meg kéne nyugodnia, azt hiszem, az edzőnek is közbe kéne lépni, különben soha nem rúgolt az ilyen helyzetekből. Félúton a bíró lefújja az összecsapást. Győztek, és ez a lényeg. Még akkor is, ha tét nélküli mérkőzést nyertek most meg. No igen, ezt a játékot gólra, és persze győzelemre játsza. A következő mérkőzésig most búcsúzunk, a viszontlátásra! Fly around the globe, leave home to do shows.